A David Liebman a jazz műfaján belül én azt gondolom, hogy egy élő legenda. Egy olyan legenda, aki a pályáját a Miles Davis zenekarban kezdte, és úgy játszik a hangszerén, és egy olyan fajta zenéiséget képvisel az egész élet. Ő volt az, aki leszállt a repülőről, kimentem érte a repülőtérre, és a velem közösen eltöltött 5 napig csak és kizárólag arról tudott velem beszélgetni, hogy a darab, amit nekünk közösen meg kell fogalmazni, és fel kell vennünk egy lemezre, az így lenne jobb, vagy úgy lenne jobb. Komolyan mondtam, az én írtam a darabot, de már annyira fáradt voltam tőle, hogy egyfolytában az én darabomról beszél. Most idézőjelben nyilván ez egy picit. Tehát nagyon jól esett az, és föltettem a repülőre, 5 nap elteltével, és akkor még visszaszólt a bejáraton, hogy de figyelj, ott annál a résznél, amikor ott azt csináltuk, és azt felvettük, azt próbáld meg úgy csinálni, hogy. Tehát annyira az egész lényével, abban az időben, amit együtt töltöttünk, arra fókuszált, ami az ő feladata volt, az, hogy közösen létrehozzunk valamit. Aztán volt olyan művész is, aki meg eljött, és azt mondta nekem, hogy figyelj, hát csak mutass rám, akkor játszok, és akkor mutass rám megint, akkor majd abba hagyom.